Jó estét kívánunk! Köszöntjük a Szárszó TV nézőit! A 8. osztályosok számára lezárult a középiskolai felvételik időszaka. A központi írásbelik eredményei közül kiemelkedett két diákunk teljesítménye. Geiger Balázs matematikából és magyarból is a maximális 50-ből 45 pontot ért el. Kis Félix központi magyar írásbelie is 45 pontos, matematika írásbelie pedig 42 pontos lett. A 24 tanulóból 20-an nyertek felvételt érettségit adó, 4-en pedig szakmát adó intézménybe. A leendő érettségiző közül 11-en gimnáziumban, 9-en pedig technikumban folytatják tanulmányaikat. Kívánunk nekik sikeres középiskolai éveket! A 7. évfolyam is készül a továbbtanulásra. Ezért ellátogattunk a Siófoki Szakképző Centrum rendezvényére, ahol megismerkedhettünk a környékbeli iskolák által nyújtott szakképzési lehetőségekkel. A rendezvényt balatoni sétahajózás zárta, természetesen a hajós szakma bemutatásával. A szárszói és a köcsei ovisok látogatása után intézményvezetőnk Marian néni és a leendő első osztályosok tanítónénie Réka néni meglátogatta a szóládi óvodát is. Szemtanúi lehettek, hogy az óvodában milyen színvonalas munka folyik, hogyan készülnek a nagycsoportos gyerekek a szeptemberi iskola kezdésre. Megbeszélték, mennyire fontos az iskola és az óvoda közötti folyamatos kapcsolattartás, hogy megkönnyítse a gyerekek számára az iskola kezdést, tanulások eredményességét, beilleszkedésüket a számunkra új világba. Lezajlott a kis elsősök beiratkozása a jövő tanévre. Így 18 kis diák kezdi nálunk szeptembertől általános iskolai tanulmányait. Szeretettel várjuk őket! Május első vasárnapján az alsó tagozatosok énekkel, versekkel, saját készítésű ajándékkal köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat. Iskolán két csapata vett részt a Balaton Lellén megrendezésre kerülő OTP Bank Bosik Program labdarúgó fesztiválján Czidor Csaba testnevelő tanárunkkal. Az első és második korcsoportos, elsőtől negyedik osztályos diákjaink a Balaton Lellei, Balaton Boglári, Balaton Szemesi és Balaton Földvári gyerekekkel mérték összetudásukat. A torna célja a mozgás, a jó hangulatú foci, a focit kedvelő társak megismerése és a felhőtlen játék volt. A Lázár Ervin program keretén belül negyedikeseink farmlátogatáson vettek részt a siófoki Bella állatparkban. Ökoiskola lévén minden évben megemlékezünk a Föld napjáról. A nyolcadikosok Czakler Vivien tanárnő irányításával az iskola rádióban adtak műsort és a témával kapcsolatos interaktív játékokat osztottak meg a diákokkal. Az alsó tagozatos osztályok ez alkalommal gyönyörű rajzaikkal díszítették fel iskolánkat. A fenntarthatóság jegyében tavasszal is rendezünk papírgyűjtési akciót május 12-én, csütörtökön 7.30-tól 14 óráig. A kemény borítójú könyvekről a borítót el kell távolítani, és a kartonpapírért sajnos nem fizetnek. Az egyéb papírért 30 forintot adnak kilogrammonként. Megkezdődik az osztálykirándulások időszaka. A szárszósuli 6. osztályosai Pécsen töltöttek el két tartalmas és jó hangulatú napot. Részt vettek színházi előadáson, interaktív tanulmányi programokon, ellátogattak az állatkertbe és a Csontvári Múzeumba is. Minden diák szép élményekkel gazdagodva tért haza. Az országos honismereti versenyen 6. és 7. évfolyamos diákjaink indultak, és nagyon szép eredményeket értek el. Szekiercsenge megyei első helyezés, országos első helyezés. Zelei Kristóf megyei második helyezés, országos negyedik helyezés. Mónos Lia Szamira megyei harmadik helyezés, országos ötödik helyezés. Péter Horváth Loretta megyei ötödik helyezés, országos hatodik helyezés. Hadaró Roland megyei hatodik helyezés, országos nyolcadik helyezés. Kovács Balázs megyei 7. helyezés, országos 19. helyezés. Zsombok Míra megyei 6. helyezés, országos 6. helyezés. Gratulálunk a szép eredményekhez! Az elmúlt héten zajlottak a zeneiskolások tanszaki hangversenyei, ahol a fúvósok és a zongoristák is bemutathatták tudásukat társaiknak és a közönségnek. Nagy izgalom előzte meg az egyéni fellépéseket. Jó volt látni és hallani, hogy évről évre mennyit fejlődik a gyerekek hangszeres tudása. Köszönjük a zenei élményt! Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő tanáraiknak! Koncz Gál Négas Emesének, Péterti Gabriellának és Hartenstein Dánielnek.
Híreinket egy meghívóval zárjuk. A Szárszó Suli 2022. május 10-én, kedden 17 órakor összevont 1-től 8. osztály szülői értekezletet tart, melyre szeretettel vár minden szülőt. Fő témák: a tanév értékelése és iskolánk jövőképe, de természetesen lehetőség nyílik minden egyéb felmerülő kérdésre, felvetés megbeszélésére is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További szép estét és jó tévénézést kívánunk!